A köztársasági elnök is levelet küldött a 20 évvel ezelőtti induláskor. Göncz Árpád üdvözlő szavait is kitették arra a tablóra, amit az elmúlt két évtized alatt készült fotókból állítottak össze az egyetemen. A képzés alapítója Veres József volt. Az akkori oktatók azt mondták, nem csak a kormányzat, de a szakma is támogatta őket. A kormányzatnak is volt egy hozzáállása, némileg ambivalens, de a már meglévő képzőintézmények, mondjuk ebben az esetben a Marx Károly és ugye később neveket változtatott, hozzáállása pozitív volt. Tehát nem konkurenciaként tekintettek, hanem segítőkészen nagyon sok oktató lejött, lejárt, segített. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen szempontból nagyon szép történet az együttműködés és a támogatás segítés tekintetében. Ez az intézet a múltban is és most is kiváltképpen nagyon komoly aktivitást mutat. Onder Csaba, Nyíregyházi Egyetem rektora nyitotta meg a jubileumi konferenciát. Az előadók hangsúlyozták, sokan akarták, hogy a városban legyen közgazdászképzés, ezért lett sikeres az intézet. A megbízott igazgató azt mondta, idén is sokan jelentkeztek képzéseikre. A ponthúzások július 26-án lesznek, amikor konkretizálódni fog, de az elsődleges eredmények alapján több mint 15%-kal bővült megint a gazdálkodás és menedzsment szakra jelentkezőknek a létszáma az idei évben. A konferencián elhangzott, hogy új képzések indításával tudják fenntartani az intézet iránti érdeklődést. Ezért lehet például mostantól település és területfejlesztést is tanulni. A gazdálkodás és menedzsment alapképzési szakon kívül turizmus és vendéglátás alapképzési szakon, illetve ezeknek a felsőfokú szakirányát is visszük, valamint ami újdonság az intézetünk életében a település és területfejlesztési szakirányú továbbképzés, amely egy másoddiplomás képzés. Az intézetben két tanszéken 14 oktató tanít. Jelenleg csak nem 600 hallgató jár a képzésekre.